Napok óta tart a szokatlan hőség hazánkban, amely nem csak az embereket viseli meg, hanem a kutyákat is. A négylábúaknak nehezebben alkalmazkodik a szervezete a szélsőséges időjáráshoz, mint a gazdáiknak. Nekik sokkal kevesebb idő is elég egy hők utánhoz. Néha még felelős gazdiknál is megtörténik a baj. Az elmúlt két hétben, amikor ugye ez a borzasztó nagy hőség volt, két olyan bejelentést is kaptunk, miszerint a saját kutyus, a család saját kutyusa rosszul lett, és az egyik esetben sajnos halállal végződött a történet. Nem sétáltak vele, csak labdáztak a kertben. Ugye az illető kutya egy francia buldog volt. Ezt azért hangsúlyozzuk ki, mert vannak olyan kutyák, például a buldogok, a rövidorrúbb fajták, a mops jellegű kutyák, akiknek nagyon-nagyon veszélyes ilyen időben kint tartózkodni. Elég, ha csak a kertben labdázik vele az ember, akkor is megtörténhet a baj. Nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a hosszú szőrű kutyákat, a nagyobb testűeket semmiféleképpen ne sétáltassák napközben, több okból sem. Az egyik ok, hogy napközben forró a talaj, amely a kutyák tappancsát meg tudja égetni. Hogy biztonságos-e az aszfalt, azt egy úgynevezett kézteszttel lehet eldönteni. Ha 5 másodpercnél tovább nem bírjuk ott tartani a kezünket, akkor az veszélyes a kutyákra. Ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy reggel 7 óra előtt, este pedig 7 óra után sétáltassuk kedvenceinket. Gyakori probléma, hogy az autóba bezárva hagyja a gazdi a kutyát, amíg bemegy egy boltba például. A hőségben a tűző napon hagyott autó akár pár perc alatt is kárt tehet a kutyában. Erre is készült egy teszt, egy állatorvos próbáltam ezt meg, hogy milyen ideig, vagy mennyi ideig bírja ezt az egész dolgot. Hát 5 perc után majd, hogy nem úgy kellett kihúzni az autóból. Azt tudni kell, hogy egy napon álló autó villámgyorsan felmelegszik, erről van egy szuper jó kis ábra egyébként interneten, tehát rá lehet keresni erre, illetve mi is kitettük már ezt többször. Hogyha a külső hőmérséklet ilyen 30-35 fok, a belső hőmérséklet másodpercek alatt felkúszhat akár 40-45-50 fokra is. Ez természetesen azonnali hőgutát jelent. Nem segít a helyzeten az sem, hogyha vizet hagyunk benne nekik, vagy lehúzzuk az ablakot. A kutyák szervezete ugyanis másképp dolgozza fel a hőmérsékleti körülményeket, mint az emberé. Ezért fontos a lakásban tartott kutyákra is odafigyelni. Ma már hűsítő játékok is segítenek a kutyusoknak a nyári forróságban. Létezik fagyi alakú gumijáték, amit vízzel megtöltve fagyasztóban kell lehűteni, majd azzal játszhatnak a négylábúak.